Csia mindenki, csia! Áldás, békesség, mádás, édesség! Üdvözlünk mindenkit a csatornánkon! Veletek Szofi és Fanni! Mint ha valami üzék lennénk. Ez eddig jó? Valami műsorban lennénk, ez most itt a híradó. Csiradó? Aha, és most kéne elnyomnom Boba Fettel a híradó című dal. Nem tudom mi az, hogy híradó című dal. Majd hozzafelé utamam. Voltam körmesnél, ha bárkit is érdekel, és ilyen mindenféle szín lett belőle. Ja, Istenem! Na, sziasztok, sziasztok! Kicsit hamarabb kezdtünk, ja? Good! Good. A mai nap képzeljétek el, hogy úgy döntöttünk, olyan filmet fogunk nektek csinálni, amire még mi is nagyon kíváncsiak vagyunk. Mert megnézzük a Szofival, hogy így mennyire három év után mennyire ismerjük egymást, mert mi még ilyet képzeljétek el, sosem csináltunk. Szóval ez nem csak számotokra lesz érdekes, hanem amúgy nekünk is. Kíváncsi leszek, hogy sírva vagy röhögve fogunk hazatérni. A lényeg az, hogy feltettünk pár kérdést, mondjuk én a Fanninak, Fanni nekem, és válaszolni kell rá nyilván, helyesen, ha nem, akkor amúgy pont arra gondoltam, hogy tojással megdoblak ilyenkor, tudod. Vettél tojást? Nem vettem Lidl-be? Tojást, nem. Lidlibe, az pénzkidobás lenne. Hát meg nem játszunk az étellel, nem? Nyilvánvaló. De neked mennyi kérdésed van? Hát megmondom neked őszintén, hogy nem tudom, nem sok. Írja a Ricsi, hogy középkorú Fanni. Pont most mondtam az előbb, hallod, Ricsikém, hogy öregszem. De köcsög vagy. Nem, hát igazából, tehát már azért na. Szóval, szerintem amúgy vele is kezdhetünk lassan. Hoppá, csak még várjuk egy követést, köszönjük. És éppen 66-an vagyunk. Hú, nekem több mint 30 kérdésem van. Ja igen, Szofinak több mint 30 kérdése van, nekem azért annál kevesebb, de majd meglátjuk, hogy meddig jutunk el. Ez itt van? Jól van. A kérdés az, hogy ti hogy vagytok, reméljük, hogy jól. Kacsintó smile. Who is this? 68-an vagyunk jelenleg. На связи, привет, братан, привет, привет. Úgyhogy lassan el is kezdhetjük. Mi van, Szofikám, felteszette az első kérdést? Na, kezdjem én! Aha! Kezdjük a játékot, barátom! Vágjunk bele, barátaim! Fajt van. Na jól van akkor. Hát, akkor kezdjük egy ilyen kérdéssel. Mi a top 3 kedvenc színem, Fanni? Hát... Az első az a babakék. Ami itt látható. Igen, a kék. Három. Három. Neked három? Nekem három. Akkor a fehér valamelyik, fehér. Nem? Te hülye vagy. Piros. Nem. Hát a kék, a kéken kívül nincs kedvenc. Milyen még van, milyen mondjuk neked is mondjuk. A lila. Lila. Igen, meg egy tök jó szín, tudod. Rózsaszín. Igen. De amúgy... Ezt azért kijavítanám, mert amúgy Szofinak a kedvenc színe a kék, de ezt hangoztatja is, és aki itt van most, és volt már a koncertünkön, akkor tudnia kell, hogy a Szofi ezt szereti el is mondani a közönségnek, hogy a kedvenc színe a kék, szóval... Igen, a kedvenc színem a kék. Jó, akkor írjuk a pontokat. Misi! Írod a pontokat? Köszi! De jó fej vagy, akkor Fanninak van azért egy pontja. Ezt csak el lehet fogadni. Jó. Na, akkor én jövök. Következő. Milyen hivatalos vagy, úgy fejem váglak. Oké? Okay. Milyen vallású vagyok? Nagyon jó vallású. Református vagy? Vagy hogy... Nem. Katolikus? Nem. Római? Na most megfogtam. Nem. Római katolikus? Nem. Na jó, nem görög. Nem. Hát de katolikus vagy. Nem vagyok katolikus. Semmilyen? De. Tesó, ezt vissza fogom kérdezni. Te az enyémet nem tudod. Dehogy nem. Nem tudod. De, te akkor katolikus vagy. Nem vagyok katolikus. Ha? Na mi van?
Akkor görög katolikus. Nagyon, nagyon rossz helyen jársz. Akkor nem tudom. Akkor te meg miért nem vagy katolikus? Mert nem vagyok az. Akkor milyen vagy? Református? Nem. Harakiri. Mi? Egyik sem. Várjál. Ezen most gondolkodnom kell. Minek vagyok megkeresztelve? Minek? Hát azért, mert muszáj volt. Nem ez a... Ugye a démonok ne szálljanak meg. Nem így értettem. Milyen vallásonak vagyok megkeresztelve? Ha milyen létezik? Misi? Ma majdnem mindent felsoroltál, csak azt nem, ami vagyok. Görög, római. Nem. A katolikus az nem, nincs. Tehát ami római, meg görög, az egyik sem áll, eleve. Ja, most, én most ezt eltettem. Ennyi? Mondasz egy betűt? E. Evangélikus! Jó. Jó! Jó, de ez most azért, ez most egy segítés, ez egy fél pont. Ez egy fél pont. Ah, tényleg, mert te az evangélikus... Kossuthba jártunk, és az is evangélikus volt. Így ember, és te pont azért mentél oda, mert evangélikus vagy? Nem, azért mentem oda, mert anyám ismerte az igazgatót. Nagyon jó. Micsoda kulisszatitkok. Azt a mindenit. Na, oké. Okay. Na, most ezt visszakérdezhetem? Mi? Na, szopás. Mi vagyok én? Na, majd a végére teszed az én kérdéseimet, mit használod, akkor én is kérdezem. Na, jól van, akkor... Következő kérdés. Hány barátom volt eddig? Mármint fiú? Igen. Hát úgy igazán? Úgy igazán. Úgy igazán, igazán. Ja, ja, ja. Várj, ezt nekem is meg kell tudnom. Hát most igazából... A... Hát ő kettő. Ja. Ja. Igen. Na hát akkor ezt most nyerted, vagy én mit tudom én. Itt Nagy Valentina azért írta, hogy három. Amúgy, ja, ti is tippelgessetek, ez tök jó dolog. Vagy ti is tippelgettek, mert még lehet, hogy ti jobban tudjátok, mint ő vagy én. Lehet amúgy három, meg lehet négy is, de az olyan gyerekszerelem volt. Nem, az igazi az kettő volt. Én úgy tudom. Mármint, hogy nem úgy az igazi, csak hogy értek. Ja, igen. Ja, oké, okay, jaj, a következő kérdésem. Nekem zseniális kérdésem. Jó, de nem miért csinálod ezt velem? Mitől félek a legjobban? Ez ilyen mindennapos téma majdnem. Ma is volt már téma. Az, hogyha egyedül hagynak. Az egyedüléttől amúgy valójában félsz. De nem attól a legjobban. Pókoktól? Ja, itt a válaszokat is leírtam, nem a pókoktól. Tesó, ne baszakodj, a haláltól. Én aztán attól nem félek. A gyász? A szenvedés, a gyász. Nem. Ma is volt témába? Persze, mindig ez a téma. Mitől félek a legjobban? A búbánatos szerelemtől. Jaj, nem. Mitől félsz? Nagymenéstől. Nem. Nem tudom. Nem már, de a magasságtól is félsz. Sok mindent. Jaj, közlekedés, hogy az emberektől, mert te ilyen pánikrohamos vagy. Igen. Jó, pont egy. Hát igazából vezetés volt írva, de elfogadjuk, mert közlekedés, hát, ilyenek, igen. Pánikolsz. Én képzeljétek el, hogy én nagyon pánikolok, amikor valahova menni kell, ez legyen tömegközlekedés, vezetés, biciklizés, bármi, a zebrán átkelés, ezek hatalmas nagy félelmeim, lehet nevetni, de hát nem tudok velem mit csinálni. De ez lehet, hogy a bizalmatlanságom. Közben, igen. Milyen bizalmatlanság? Azt, hogy nem abba bízok, hogy én elbaszok átmenni a zebrán, hanem írjad, engem baszlak a pontot. El a zebrán. Írjad csak a pontot. Na, te velem ne csináljál. Érted, figyelj. Érted. Most akkor én jövök? Igen, most te. Mikor költöztem Magyarországra? Hát amikor 12 éves voltam. Hú? 11. Elmaradtam az előző. Van pont. Van pont, igen, van de pont. De jó, hogy ennyire érdekesek pont vagyunk nagyon számodra. Nagyon király, tényleg. 11. Jó, Fanninak is mehet egy pont. Ó, te mindent vágó. Ember. Na jó. Én nagyon profi vagyok, gyerekek. Most veszem észre. Na, következő. Mi akartam lenni kiskoromban? Hercegnő. Azt te vagy. Nem hercegnő.
Na van egy pár, mert mondtál, mindig más mondtál. Nem, mindig egyet mondok. Amikor kicsi voltam, akkor mi volt az, ami... Nem zenével kapcsolatos? Nem zené, egyáltalán nem zenével. Híradós. Hát... Én nem tudom. Figyelj, mondjuk állatkertes, állatkórház? Állat... Mindig is féltem a kutyáktól, nem? Fú, az állatkórháztól, vagyis az... Vicsirinár, znáj, bratán, kákéten, na, u nás, na. Én is akartam egyszer amúgy állatkórház lenni. Állatorvos, bocsánat, de rájöttem, hogy egyszer így azt mondták nekem, hogy akkor teheneknek a hátsójukba kéne nyúlkálnom. De egyébként az emberek itt a komment szekcióban jobban tudják, hogy mi akartam lenni, mint te. Ez nagyon ciki. Én most nem tudok gondolkodni. És kb. Mindenki leírt. Hát nem mindenki, de hogy többség. Nem nézheted meg! Hát ez a lényeg a játéknak, hogy neked kell mi akartál lenni kiskorodban? Aha, mi akartam lenni kiskoromban? Mit szerettem volna lenni? Boldog. Az még most lehet. Nem már! Ja. Akkor híres. Nem. Akkor úgy megyünk bele, hogy átmentem valamiért a Kossuthba. Mert ugye én nem a balt iskolában tanultam, de valamiért át kellett mennem. Apáca! Apáca, azt mondja. Nem. Vadakat terelő juhász. Ne nézeges, ne csalogázzál. Te sportoló? Közelítek? Nem. Mozgással kapcsolatban van, de... Suliba jártál? Meg én is, te is. Most akkor nem apáca, hanem a másik suli? Ilyen impolkovnyik akartál lenni? Oké, okay, az mi? Gyúrós. Nem gyúrós. Katona. Jó, de ezt nekem mindig, amikor megmondtad, hogy pont épp katona lennél, akkor ezt mindig úgy mondtad, hogy amikor részeg voltam, és nem emlékszem rá. Én arra emlékszem, hogy hercegnő akartál lenni. Sosem akar, én meg a hercegnő? Ja. Hát az elég szép lenne. Na mindegy. Jó, akkor inkább halál lettem volna, mint hercegnő már gyerekként is, úgyhogy... Na. Jó, mehet a pont neki, amúgy már kitalálta. Persze. Jár a keksz. Te tényleg, te katonáztál. Bizonyám, apa. Juli. Katona, gyerekek! Nem utogass. Eljössz. Na, én jövök? Oha. Na. Mi volt a jelem oviban? Hú. Amúgy annyira egyszerű. Ez nem is olyan, hogy valamilyen traktor meg ilyenek. Pöttyös labda. Elég pötty van, én vagyok elég. Nem amúgy valami csajos, nem? Ja. Pillangó. Igen. Valami nem tudtam, de... Csapolj bele, ha buzi vagy. Jó, bocsánat. Ilyen sípolós ízek nincsenek, Misi? Borsak. Igen. Komolyan? Csak azért már... Érted. Beraktak egy tapsot. Köszi. De amúgy tényleg a szívecskére is gondolhattam volna. Nem, amúgy a pillangó az annyira így nyilvánvaló, igen, nem? Igen, de most a Norina írja, hogy szívecske, a szívecske se lett volna a rossz fókció. Az is csajos. Na, gyerünk, én vagyok végig! Ez egy nagyon-nagyon könnyű kérdés, ezt egyből rávágja a Sophie, úgyhogy ez könnyű pontszerzési lehetőség. Mi a kedvenc évszakom? Évszakod? Hát a tél. Így van, köszönjük szépen, ez egy ingyen pont volt. Meg se kellett érte dolgozni. Köszönöm. Hú, ezek a fél pontok olyan bénák. Hát van. Nem baj, segítséggel fél pont, persze. Nem kapok egy négyet? Nem? Na jól van. Azt írja nekem N alsó köteje, Sophia 230, hogy hideg lány vagy, Fanny. Én vagyok a jégkirálynő. Jól látod. Maga... A fagy. A gyász. Oké. Okay. Te kérdezel tőlem? Megint én? Ja, tényleg. Mondtam, hogy ez egy annyira egyszerű kérdés lesz, hogy... Ha lesz jogosítványom, milyen kocsit vennék? Merci. Milyen merci? Merci? Milyen merci? Na hát azt nem tudom. Ja, de, az a B, nem. C. Kicsit vissza. Kezd el az ABC-t. Jaj, á, mert... Na, és mert milyen színű? Milyen színű? Amúgy szóval tipi. Fehérre. Na, igen. Jó, oké. Okay. Királymód. Jó. Na, az megint. Látod, ez is segítsége volt. Ez azért nem annyi, mert rögtön tudtam a márkát. Rendben. És te még megkérdezted, hogy milyen színű. Külön kérdés. Jól van. Traktor.
Patricia beírta, hogy traktort szeretne kapni. Jó Isten! Ennyi kérdés? Végül is akár az ez hülye. Oké. Na szóval. Jöhet a következő kérdés. Ja, de én azt nem teszem fel. Köszi a követést, keves áron. Mit sportoltam gyerekként? És három dolog van, amit sportoltam gyerekként. Nyolc, vagy első osztálytól egészen gimi végéig mit sportoltam? Ez három dolog. Milyen gálás kell lenni, nem írja meg be senki. Hát... Mint egy nagymami. Mit sportoltál? Hát úgy edzettél? Edzeni benne van, hogy... Nem. Sport. Távugrás, mert nagy a lábad? Nem. Kosarasztál? Az egy. Focisztál? Igen. Gimnasztikáztál? Nem. Apád vett biciklit? Nem sem. Bicikliztél? Nem. Hát bicikliztem, de nem az a sport, tehát hogy amit így üztem. Még egy sport? Aha. Suliban? Hát játszottatok ilyen kilövős, nem? Nem. Akkor mi? Hát egyébként nem jártál annyira. Táncol? Balett valamilyen? Nem. Én most ilyen tipik sportokra gondolok, ja. Nem táncra, ilyenek. Egyébként közel jártál, mert hogy mondtad, hogy hosszúak a lábaim, de hát hosszú lábban nem csak ugrani lehet, hanem... Futni. Így van, szóval futottam. Futás. Így van. Mehet igen. A pont. Úgyhogy mehet most a pont a Sofinak, mert ezzel jól kitaláltam. Misi, hogy néz? Mármint, hogy ez nem lett volna meg ez a pont. Látod, nem járt volna neked a kekszén, meg rendes voltam. De miért? Miért? Miért lett volna félpontos? Mert nem találtam ki? Nem tudom, adjuk meg neki, nem? Majd, jó, majd... mehet a félpont, hogy legyen egy egész nap. Na igen, akkor rakjál neki felet, amúgy se tetszik neki ez a 4,5-ös cuccot. Látjátok, mennyire elégedetlenek vagyunk ezeket. Na jól van. Robban a bomba. Te jösszám. Én jövök. Aha. Szóljatok, mert nekem milyen bajaim vannak ezzel. Mi az az egy smink darab, ami mindenképp kell, hogy rajtam legyen egy? Szempillas pillá. Hát most már igen, de amúgy régen izé volt. Szemöldök, de nagyon durván. Tudom. Most de a szempillas pillá jó? Igen. Ja. Most már átmentem arra, hogy a szemöldökömet befessem. Szóval én festem. De amúgy tök jó, hogy itt ti is tippelgettek, mert... Nekem csak, nagyon csak látszik, hogyha kirakom, hogy izé. Ja, le kell venni az izét. A fényelőt. Na, jól van, gyerekek, akkor én jövök. Ezek egyébként gyors kérdések voltak, mert amúgy vannak olyanok, amik hosszabbak. Na! Legyen most még egy könnyű, aztán egy nehezebb. Okés? Mi a kedvenc számom? Mármint nem zene, nem dal, hanem szám. Mint dal, mint zene? Nem. Egyet? Mondod? Még egyszer, bocs. Mi a kedvenc számom? Tehát nem mint dal, meg zene, hanem így rendesen szám. 48? Nem. 28? Várj, valami 8. 8. Jól. Lol. Most már még... Neki van plusz egy. Nekem 6. Igen, és már kitaláltam. Így jár nekem a pont. Jár neki a kecs. Látod? Na, zseniális. Banán Vok, Sofinak 5 pontja van, nem 4. De végül 5, hány pontja volt? 4, mert fél pontot kapott, mert túl sok segítséget kapott az ezelőtti kérdéshez, és végül beérte egy fél ponttal, mert ő egy... Királylány, igen. Szóval így lett végül, most lett 5 pontja. Ne harap meg, mert egy hétig ott a lila volt. Mindig megharap, hallod? Mindig megharap, és ott marad a lila volt mindenhol a kezemben, azt hiszik, hogy valaki ver engem. Nem na. Baj. Na mindegy. Én jövök. Te jössz. Ha. Top 3 gyors éttermi kaja sorrendben. Uff. Meki. Belodzó? Nem. Pinocchio?
Hát akkor mi? Ja! Hát ez nem tipikus. Sushi. Blyadj! Tipikus. Neki. Bazd meg már bocsánat. Úristen, elnézést kívánok. Mi? Hello, ne nézd oda! Ja, nem azt néztem, bocsi. Mi? Tipikus. TFC. Az a hanyadik? Hát harmadik. Az... Na? Jaj, nem, az a második, jó mondod. Aj, bevettem a kezem. Akkor most mi van? Oké, akkor az első, a Mekki KFC, és az utolsó Belodzó. Mondjuk, igen. De nincs felírva? Nem, nincs felírva. Ja, akkor ezeket most találod ki, akkor bármi mondtam. Nem, amúgy pont ezt mondom, hogy így, hogy mondtad, hogy Belodzó, és én azt hittem, hogy az amúgy jó, egy gyors éttermi, de az nekem ilyen pasztázó. Én úgy gondoltam, hogy tudod, Burger King. Hát nem is szereted a Burger King. Hát ezért úgy raktam volna az utolsó helyre. De legyen Belodzó. Így jó mindenkinek. Szerintem is. Még lehet, hogy én jobban ismerlek téged, mint te magadat. Ezért mondom, én olyan jó kérdéseket izéltem fel, te meg... Mi az? Nem jó kérdés. Mit sportoltam gyerekkoromban? Hát, igen, hát a... mikor mondtad el nekem mind a hármat? Mi? Soha. Ezerszer elhangzott az összes. Az összes a három év alatt esőt. Az összes. Na. Evangélikus. Nem szeretek utazni, de ha utaznék legszívesebben a világon, akkor hova? Miami. Hawaii. Bocs, fordítva. Érted, megbeszéljük múltkor, Miami. Hogy elmegyünk télen Hawaii-ra, mert hogy én, nekem az az egyetlen egy pont a világon, ahova el szeretnék jutni, erre beközli, hogy csak azért, mert hasonlít a Hawaii-hoz. De azt vágod amúgy, hogy... De csak egy kicsit. Adsz nekem vizet, légy szíves. Ott az asztalon. De nem, de úgy tényleg, amúgy a Hawaii pizzát szereted? Hát megeszem, ha muszáj, de amúgy nem. Mi kell neked? Valami ital. Na gyerekek, látjátok? Nem is tudom, hogy ismerjünk, mit ismerjük egymást. De most én jövök. Ja nem, most a Sofi jön. Igen? Ah, most eljössz. Én jövök. Leüttem magam. Jó. Ezt kérlek szépen majd screenel már ki ezt videóként, és lassíts le, mert biztos jól fog kinézni a portfóliómat. Amúgy várjatok, amúgy minden live alatt mindig folyik valami. Jó. Mindig más. Hova megyek, mindig más, arcom utazom. Na, mi a kedvenc vízmárkám? Ne nézz oda! Hé, hey, szintén is abból a választokat. Bolsevice vagy mi az? Várjál! Ide hozod? Basz meg, nem vettem. Borsec. Borsek, ja. Vagy borszek. Ja, román víz. Szeretem. Hát de tudtam, hogy ezt csak elolvattam. Na látod, fogta is meg. Ez most fél pont, Misi. De várjál, bocs. Nem, én előbb kimondtam, majd utána néztem, fordítottam meg. Love you like na a jó, akkor most megkérdezzük a közönséget. Így volt vagy nem? Először kimondtam. Oda nézett. Ez csalás. Azért, mert tudtam, hogy van itt ilyen. De kimondtam már, mielőtt megnéztem. Borsovice, ilyen nem létezik, ez borszek. Jó van, akkor leszarom. Jaj, még te sértődj meg! Jaj, Panniról azt kell tudni, hogy ő mindig megsértődik, hogyha mondjuk nem nyer játékban, vagy valamiben. Itt most nem kapott pontot, jó, egy fél pontot adunk neki. Egyébként, bocsi, így volt, ahogy Fanni mondta, már be is írták, de nem baj, tudjátok, mit leszarom. Tudod mit? Én veled nem barátkozok. Tudod mit? Na te veled én többet nem játszom, meg veled se ott elől. Egyet csomtyomat a napogát. Nem, halljátok, én amúgy megcsapkodlak, hallod? Fél pont volt, ugye? Na, király. Baszki, te jössz. Amúgy mindenki leírja, hogy nekem van igazam, de nem baj. Nem. Miért nem? Sofinak van igazam. Miért van Sofinak igazam? De távol a többség dönt el. Na jól van akkor. Szóval. Mindegy. Igazából. Így működik a világ, és az az egy azt mondja, hogy igen, úgy van, a többi 30. Na szóval. Te egy lélek, búvár vagy. Melyik a kedvenc pizzám és honnan? Hát a Pinocchio.
Amúgy a Pinocchio a kedvenced, és az Amore. Igen, jár a kex. Jár a kex. Majd lány. Olyan rég itt, amilyen szarságokat, olyan jól esik most itt pusztítani magam. Szarságok egyenlő cukor. Cukros üdítőítele. Na jól van, mindegy. Következő, ez megint csak egy ilyen könnyebb kérdés volt. Ja. Megkapta a pontot? Én. Nézem, figyelj. Ki a kedvenc előadóm? Zenei előadó. Izé. Ja, hát most így nem tudom. Travis Scottot mondani. Igen, ő. De mostanában a csajokat is elkezdtél hallgatni. Ilyen Doja Cat, meg Tocha Cat, meg... Ja, de amúgy Travis, szeretem Travis nagyon. Mi van? Beyoncé, meg ilyen. Beyoncé! Ember! De Travis Scott, azt vágom, ugye. Ennyi, hát ez tök egyszerű volt, mint az egyszer egy. Folyt köv. Kivel veszekszem a világon a leghangosabban? Anyámmal, baszki! De ez mindig így van, elkezdtek, de nem, ti beszéltek normálisan egy témában, hogy megbeszélitek, hogy mi hogy legyen, és hát nyilván nem az van, hanem te mondod a sajátodat, ő meg mondja a sajátját, ő elkezd hangosan beszélni, te még hangosabban. És én csak annyit csinálok, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy jól van, szerintem amúgy most már elég lesz. Nem! És tovább nyomjátok, hajrá, akkor legyen így! Igen, Sofinak, az anyukájának és nekem a kapcsolatom, eléggé hangos. Igen, de... De nem rosszból hangos. Mi nagyon szeretjük egymást, ezért megmerjük azt csinálni, hogy mondjuk egymást. Ja, de egyébként anyukámnak alapból is hangos ilyen a hangja. Ilyen orosz hangja van. Ilyen jó nagy. Na halló, mi újság? Mit csináltatok tegnap? Igen. Ilyen nagyon hangos. Igen, szóval, de nagyon, tényleg nagyon hangosan beszélünk egymással. Ha meg ténylegesen veszekszünk, akkor onnan meneküljön az egész falu. Mert... Nincsen helye semmi másnak. Na, következő kérdés. Ha most választhatnék, milyen stílusban énekelnék? Ilyen rappes. Ilyen... Milyen stílusban? Ja nem? Mm-mm. Ilyen jazz. Yes. Jazz. Igen. Yeah. Szeretem a jazz. Hallod, nekem most van egy kedvencem a csajok között. Azt mi kaptuk, ezt a rózsát? Hú, köszönjük szépen a rózsát! Illatos! Rózsa, illatos? Nagyon jó. Nekem most van egy kedvencem, a Rayé, tudod a... The thrill is gone, and it's gone! Jaj, tudom. Na hát igen, a Rayé, vagy hogy kell kiolvasni, őt nagyon szeretem. Ki az az előadó, akit báványozok? Mármint kell... Hogy így... Múzsád? Hát ilyen felnézek rá, és azt mondom, na ő, igen. Ha nem Amy Winehouse, leütlek. Nem Amy Winehouse? Nem, ő a második lenne. Akit így világ életemben... Selena Gomez. Hát, nem. Mi a fasz? Nő? Ezt csak mondom, ha nem én. Na mindegy. Itt bálványozol. Ki? Hát, már... Gyerekkorom óta ő az, aki a... Wait, why she goes? I love to do the pose, why? Aki mindig ilyen top marad, és az köztudott tény, hogy nekem ő a minden. Kíváncsi vagyok, megnézem, közben gondolkodj, hogy ti mit írtok be? Például amúgy a Selena Gomez a kedvenced. Lana Del Rey. Nem. Előadó. Előadó. Nem mondtam, hogy férfi, előadó. Zenész? De valaki már beírta a helyes választ. Egyébként egy ember. No, Laci! No, Sár Méri! Nem. Már ketten is beírták a helyes választ. Már hárman is! Sokan! Ki? Ja, ki? JB! Ez nem volt egyértelmű, hogy Justin Bieber. De soha nem tudom. Na én jó. Csak annyit tudok, hogy egyszer hozzá akarsz érni, hogy nem hallhatsz meg, amíg hozzá nem érsz. Hát ez nem bálványozás? Nem tudom a szó értelmét! Ja, jó, akkor... Jó. A múzsád, a mindened, az illat. Azt kellett volna mondani, hogy rózsaszín pulcsi.
Na, hát ez a baj, ilyeneket kell mondanom. Hogy megértsed, mit mondok? JB, aha, I can handle it all. Hold up, I can handle it all. Na, te jössz. Kérdezz. Mikor kezdtem el énekelni, és hogyan? Gyerekkorodban egy fakanába énekeltél. Igen? Az anyádnak, igen. És még valamit nem akarsz mondani? Hát ilyen régi zenéket, ilyen Amy Winehouse, meg ilyeneket, anyád kedvenc zenéit énekelted egy mikrofonba, kik még annó annak idején csapon. Aj, csapon, csapon! Megnyitottam a csapot, és elkezdődött. Ja, ja, ja. Ennél jobban el se lehetett volna ezt magyarázni. Itt van anyád, elvileg. Szervusz, Gloria! Hol? Hol van a holmia? Jaj, ne! Melyik az anyám? Beírta a Lara Tóth, hogy Gloria Ádám, szia Gloria. Na szóval a lényeg az, hogy Amy Winehouse-t énekeltem, és jobban, semmit nem várok jobban, mint az Amy Winehouse filmet. Én beültem a mozikban, és elkezdődött a trailer. Igaz angolul, de egyébként angolul is kell megnézni, mert magyarul szerintem nem olyan jó. És elkezdtem sírni, hogy baszki, hogy lehet ilyen, hogy valaki az érzéseit csak úgy tudja kifejezni, hogyha kírja magából. És hihetetlen, hogy így tönkretette magát egy szerelem miatt. Na nem mindegy. Vagyunk egy páran. Szerelem, szerelem. Ez nagyon jó, szóval igazából ennyi. Ki jön? Minden ilyen szüntelen. Ez valami ilyen zene, de nem tudom mi a címe. Majd, ha tudjátok a címét, hogy ennek mi, írjátok le. Na, mi van? Most te jössz? Te voltál a Justin Bieberrel, ugye? Nem, te voltál, hogy mikor és hol kezdtél el. Igen, hol kezdtem el énekelni. Ja, amúgy én nem is nézem a chatet, elnézést, most már veletek is foglalkozom. Na, legyen. Akkor most én is felírtam ezt a kérdést. A rendező Misi. Mihály. Mihály a rendező. Ukulele! 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 Oh, 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 oh! Pati tudja. Ukulele! Jaj, nagyon jó. Na! Mi volt a jelem az óvodában? Nekem is fel van ez írva. Oli Delek, én is szeretlek. Mi? A neked? Aha, mi volt a jelem? A lapát! Ott a fejedre, maximum. Homokvihar. Nem. Katica. Nem. No. No. Nem tudod mi? Nem. Egy betűt mondasz? Na, segítségül. G, mint György. Gyap. Gyár. Gyász. Gyöngyvirág. Gyász meg a szemben is van. Na, abban is a jelen. Na, nem tudod. Tudod? Gyufa. De hát nézegessen már a segítséget. Gyufa, labda. Na. Rebike, én is szeretlek. Szóval tudod vagy nem? Három, nem. Kettő, gyöngysor. Mi? Mi egy gyöngysor? Mit csinálja? Ami itt van? Hát. Jaj. Ezt adták az óvodában, ezért ott állt anya sorba. Gyöngysorért. Nem mindegy. Gyík. Gyűrű. Nem mindegy. Hú, Ferinek van barátja. Bocsánat, elnézést. Na szóval. Szeretlek! Fanni, szeretlek. Én is szeretlek titeket. Fati, állj már le! Van pár ember, aki itt nagyon vicces a komment szekcióban. Szerinted szórakoztató? Takács Patrik. Nem érted, hogy azt akarom mondani, hogy komment szekció, mert nagyon gagyin hangzik? Jó, a cicáim nagyon jól vannak. Köszönöm. Otthon várnak. És támogatta Takács Patricia. Köszönjük. Na, szóval is tettel. Eljössz. Jason Statham, vagy ki a... Szóval is tettel arra, hogy tetted, vagy Jason Statham, de jó. Milyen színű nagyanyám szeme? Kék, úgy világít, mint az állat. Zöldes kék. Igen. Zöld amúgy. Csak ilyen... Zöldes kék. Tesó olyan zöld, de hogy... Ez mit ide?
Igen, akkor egyszer egyet kell? Jó, de én tökéletesen tippeltem. Jó, akkor maximum hármat tippelhetünk. És, ja, amúgy már tényleg, ez nagyon ciki. Ja. Na hát akkor, ja, mamámnak a színezből. De látod, hogy tudom, hogy nagyanyádnak milyen színű az. Jó, de először kéket mondtál. Jó, van, rögtön rávágtam. Tudod mit? Megéheztem. Tudjuk, mindig éhes. Mindig éhes, Sofia. Szép a körmet, Fanny. Köszi, Patricia. Sehogy nekem semmi. Is. Ráközelített Léci, nagyon menőzni akarok. Köszönöm. Ez az én kormom most. És ez a sajátom, képzeljétek el, megnőtt. Na mindegy, köszönöm a figyelmet. Na, szóval. Mi ismét van? Itt van a két koncertes csaj. Bizony. Oh yeah. De jó, hogyha ez a hírünk. Két koncert. Bratán, tissues this? Na, te kérdezel. Ja nem, én. De mi a vagyok? Te kérdezel, szóval. Nagyanyám. Mi a kedvenc édességem? Édesség? És van? Csak azért mondom, mert nem is szereted az édességet. Ügyes vagy. Ja. Ezt rögtön mondtad, hogy ez egy nagyon szép válasz volt, mert az van ideírva, pontosan, hogy nincs, hát nem szeretem az édességet. Nem szeretem. Ez most eddig egy olyan volt, amikor bele volt írva, azt válaszolt a Szofi, úgyhogy most taps vihart. Kapunk a... Ne harapj még! Nem! Behet a taps! Húhú! Gyere, rakd el! Na szóval, te jössz. Én jövök. Hogyne? Újra itt van a nagy csapat, csapjad össze! Hát ezt nem tudom még én se, szóval ezt inkább fel sem. Nem, tett. Ja. Mi tetszik nekem egy fiúban? Következő kérdés. Amúgy tényleg. Lány! Persze, hogy én nem tudom a jó. Legyen jó! Bocsánat. Nem amúgy. Ez semmi kép. A válasz semmi. Ez kurva. Na jó van. Hogyan ünnepeltem meg a 19. szülinapom? Ez nem a tavalyi. Nem, ez előtt. Igen. Semmi. Na és akkor mi van? Semmi. Bocsi, kicsit vissza kell rázodni a világba. Tovább. A 19. szülinapodat valahogy külföldön, de külföldön, mindjárt mondom, van olyan izém is. Santorini. Nem. Úristen, nem tudom. Coca-Cola Light! Ja, igen, Franciaország. Basz meg, méghozzá Párizs, tudod. Párizs, igen. De rögtön mondtam, hogy külföld, látod? Rögtön mondtam. Coca-Cola Normal! Ugyanom is elvihetne valaki Franciaország. Megyünk majd. Elvileg nagyon romantikus, hogyha az ember kezét ott megkérik. Hát én erre sosem fogok rájönni, de remélem, hogy ti valaki igen legalább itt köz. Te jössz. Ami nem a Franciaországos lánykérés, hanem csak szimpán a lánykérés. Na mindegy. Ezt gondoltam, elmondom. Én kérdezek? Hogy feljött apám. Kösz. Mi a kedvenc inni valóm? Kösz. Mi? LOL? Kóla? Én nekem nem erre vigyázz. Coca-Cola Light! Coca-Cola Normal! Én Coca-Cola Zero! Köszönjük szépen! Ha szeretnétek az eredeti videót megtekinteni, akkor megtaláljátok Sofinak a TikTok csodon. Mhm. Jó. Nagyon kedvelték az emberek ezt a videót. Nem tudjuk miért, de... Nagyon sok francia nézte meg. Nagyon sok francia komment érkezett. Durva. Ja. Finom? Nem tudom, olyan szomjas vagyok. Valószínűleg... És
Én most valamilyen görög tálat eszek, gyirosz tál, ami rizsá van, mert a kedvencem ezek a török meg görög rizsek, tudod. Tudod. Na, te jössz. Közben evés közben aktivizáld is, nagyon? Uh-huh. Hány unoka testvérem van? Bár... Tudod, szerintem. Bár... Ha van a Dominika. Igen. A izé... Mi van? Na igen. Jaj, tudom. Igen. Unoka testvérem. Hát amúgy három. Nem tudom. Pannikám, gondold át. Kettő. Karina, Szabina. Ja, jó, akkor sok. Akkor 10. Nem tudom amúgy pontosan. Számold össze. Na. Ez most segítséges lesz. Kanada? Hát de nem tudom. Karina? Nem ő Karina, hanem neki vannak gyerekei. Tudom, hát szerintem... Karinának hány gyereke van? Kettő. Szabinának hány gyereke van? Kettő. Ja, öt. Jó. Igen, öt. Ja. Hát ezt nem igazán tudtam, úgyhogy most nem kapok kekszet. Ja. Mert ez kellett segítség. Glória Ádám bejött, hogy 27, ez vajon tényleg anyád? 27 unoka testvérem van. Hát akkor legyen úgy, akkor senki nem tudta a választ. Nem, biztos, hogy anyám. Jó van. Anyám jobban tudja, hogy hány unoka testvérem van, mint én. Mondjuk tudod, jobban kéne tudni. Másik fele cigány, én nem tudom. Igazad van. Összegyűlt. Igen, azt írja anyád, hogy igen. És 27. Nagy a család, csak nem tudsz róla. Mert nektek minden felé van család. Amúgy tényleg. De akiről én úgy tudok, akkor az 5. Akkor... Hát 5-öt ismersz meg. 19-et elfelejtettem. Na. Szóval. Amúgy... Szia! Basz meg! Mi a basz? Akkor ez... Na jó! Most már mindenki... Egy párat láttam már, mert TikTokon azt szokták nekem írni a lent kommentbe, hogy unoka testvéred vagyok, lehet nem ismert. Mondom. Tök jó, Balog Ádám meg ilyenek. Hello, szia! Azt a kurva. Igazából most már fogom tudni, hogy a TikTokon nagyon sok unoka testvérem van. Nem csak a TikTok. Jó. Szóval. Mehet a következő kérdés. Nyomjad. Ha egy ékszert hordanék a világon, csak egyet hordhatnék, mi lenne az? Nagyon szereted a gyűrűket. Igen. De ha lenne még egy tipped? Fülbevaló. Nem fülbevaló. Karika. Mind a kettőt felírtam, és tudtad úgy, hogy jel. De már kaphatnék tüzet is. Egyből, nem mondtam hülyeséget, egyszer sem. Ez igaz. Ja, nem kettő. Igen. Sziasztok! Mindjárt visszajövünk, csak 5 perc szünetet kérünk, pisik, aki ilyenek. 5 perc szünetet tartunk, és utána egyébként szeretnénk egy kicsit dumcsizni, beszélgetni, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket. Addig, aztán kérdezzetek plusz. 5 perc múlva jövünk.
Hello, szia mindenkinek! Üdvözlet! Hello! Újra itt vagyunk, és folytatjuk tovább a barátság quizt, mint ahogy megbeszéltük, vagy nem. Cső. Szia, Patricia! Áldás, békesség! Rebike, szia! Szervusztok, szervusztok! Na, mennyi pontot? Hé! Hey, te vezetsz? Lehet. Na! Szia, Lara! Üdv! Nekem vannak még kérdéseim, Fannikám. Nyomjad! És akkor én vagyok a következő, aki folyt a tyotya. Na! Na, mehet! Hogyan vásárolok ruhát? Ezt hogy érted, hogy hogyan? Hogy vásárolok ruhát? Hát elmész, azt megveszel mindent, amit lát. Nem tudom. Ezt csinálod. Felpróbálom? Ja, nem. Nem. Nem próbálom. Én úgy vásárolok, hogy ránézek, kb. Belövöm a méretet, aztán és megveszem. És mindent a kosárba, amit meglát, és úgy érzi, hogy jó neki, berakja, és ott marad. Ja. Hát ilyen anyag vásárlom. Jöhet egy pont. Fannesz? Monész. Ki is találhatsz közben még valamiket? Volt valaha tyúk szemem. Melyik a kedvenc chipsem? A zenéd. Nem amúgy. Chips? Aha. Csípős? Csípős fajta? Nem. Márka vagy chips? Vagy csak hát melyik a kedvenc chipsem? Hát most ez... Érted. Márkát is mondhatsz, meg ízt is. Tejfölös. Nem.
egy igazi kedvenc sikszám van. Hogy bármikor, Lész. Oké. Okay. Lájmos. Nem. Másba nem szeretem, csak abba. De az a kedvencem. Sajtos. Igen. Nekem is. Hmm. Nekem is a sajtos. Akkor most Sofinak is járt a kex. Kex. Na jól van, Oxika. Amúgy nagyon sokat jár a kezem, észrevetted? Azért, mert ízés vagy. Mi? ADHD. Hát valami olyasmi, igen. Te jössz. Én jövök. Jön a következő kérdés. Mi lenne, hogyha énekelve beszélnénk? Mi a kedvenc állatom? A macska. Igen, mehet a pont, mert a macskákat szeretem a világon a legjobban. Oh yeah! Idegesítő azt mondja a Patrici, hogy idegesítő. Jól van, szerintem lép ki a vonalból. Fanni meg Szofi, azt muszáj megkérdeznem, hogy ti melyik városban laknátok még szívesen, ha nem Budapesten? Ezt a Fanni 2006 kérdezte. Nem tudom, melyik volt az a falu, ahol Hawaii-on éreztük magunkat, de biztos, hogy ott. Ja, nem, de hát az izé. Abban a faluban te nem élnél, csak éppen az a környezet. Igen, na mindegy, városban, ami Magyarország? Melyik városban élni? Hát nem feltétlenül írta ide, hogy Magyarország, hanem csak, hogy melyik az a város Budapesten kívül? Ez egy jó kérdés. Hogyha Magyarországról beszélünk, akkor nyilván visszamennék Nyíregyre, mert az nekem olyan kis cuki, kis kicsike, kis zöld, ilyen biciklizős város, nagyon finom ott a fagyi, van ott állatkert, pont hozzám illik, nagyon jó, nagyon szeretem Nyíregyházát. Igen, Magyarországot kérdez egyébként most írt. Ja, hát akkor Nyíregyháza. Én... Rozsli cél. És sehova. Én Pesten maradnék. Én biztos vissza nem mennék Nyíregyre, akkor se, ha nem és tudom lenni. És Székesfehérvár mondtad, tetszik neked, nem? Hát mondjuk igen, Fehérvár tetszik. Vagy... Ez nem... Hopp, pont láttam, hogy itt a Sánta kutyába eldugtam a vodkát. Azóta megtaláltad, az a lényeg, nem? Elég is volt. Na jó, hát igazából én nem igazán költöznék a Budapestről, de hogyha igen, akkor talán Fehérvár. Azt kipróbálom. Ja. Jó, akkor te jössz a következő, nem? De most a Szofi fog tőlem kérdezni, lassan lezárul a verseny. Nem. Én akkor sokat, én még kérdezgetek tőled, ha lehet. Hát de nem, mert így izére ment pontra, versenyeztünk. Érted? Akkor most kérdezzek? Uh-huh. Ki a kedvencem a nyíregyházi állatkertben? Ki a kedvencem? Ki a kedvencem? Ja, az a madár, aki beszél neked, hogy hello! Igen, egy papagáj. És mindig beszél neki. Nagyon csacsog, kedves. Csacsog, csacsog. A mukakák. Azt írta. I am Micin? Nem. A makukák. Mukakák azok nem. Vagyis hát el vagyok velük. Melyik az az emberi tulajdonság, amit a legjobban utál? Máson? Milyen embereket utálok a legjobban? Akik hazudnak. Majdnem, de nem. Manipulál... Nem. Ahhoz a tulajdonsághoz jár ez a hazugság is, tehát nyilván az benne van, mert csak az az ember olyan, hát aki manipulál, gondolod, nem? Nem. Még van két tippen. Tehát ezt így szokták mondani emberekre, hogy te ilyen vagy. Hogy ne legyél már ilyen. Köcsög. De ez a volt a második tippet, úgy viccelődj, most már csak az ja, utat. Bocs, nem, na. Harakiri maramú. erőszakos? Nem jól mondom, nem... Hát aki izél, hogy... Jaj, te így meg úgy csinálod, pedig amúgy ez meg az, tudod... Nem. Meg amaz. Nem, én a kétszínű embereket nem szeretem. Ja! Aki nekem ezt mondja, másnak meg mást. Tudod, igen. Azokat nem. A fekete-fehéreket. Azokat nem csípem. Igen, én ezeket úgy hívom. A kétszínű embereket nem csípem. Ezért nagyon nehezen alakítok ki barátságokat, mert... Akkor nem találtam el. Nem, sajnos, ezért nem jár a süti.
Mi a napi rutinom? Hajrá! Hát amúgy mikor mi? De jelenleg. Felkelsz, kimész kómásan, adsz a macskáknak enni, utána elmész vécére, vagy ez általában mindig cserélődik, amelyik jön, utána visszafekszel az ágyba telefonozni, és utána, amikor már megembereled magad, kimész a konyhába, csinálsz valami reggelit, vagy épp megkérsz valakit, hogy csináljon neked reggelit. Mostanában ezt a kávét iszom amúgy, ami lent van. Ja, és le is mész érte? Nem, mostanában más megy le nekem. Jó, Istenem. Nekem van ilyen rendelős szorgálatom. Hozd a nevén akarod nevezni? Leküldi a macskáit kávéért, kapucsinóért. Ja, kerelmem. És akkor utána meg összekészülődsz, amikor már úgy érezted, hogy megvolt a kaja utáni megint pár perces pihi az ágyba, és utána elkezded a napot. Igen. Hát így ennyi. Király. Király. Ezért muszáj pontot kapni. Miért? Olyan szorul néz ki, nézd már, 12 pontom van. Hát tesó, ez milyen? Van még kérdésed? Legyen már. Talán van. Olyan jó kérdéseim vannak. Most én jövök, nem? Nem, te jössz. Hú, nekem millió kérdésem van még. Hány centiméter magas vagyok? Nekem is jók a kérdéseim végül is. Száz hetven? Na, de annyi én vagyok. Mondjuk 3-4. 3. Nem vagy 5. 175 nem vagy, tesó. Na, akkor mondd ki a végsőt. Mire tippelsz? Állja fel. Ó, Mária. Na, na. De, kicsit így. 175. Ez a végső? 4. Ez? Igen. Annyi. 174. Na hát ez harakiri jó volt. Igen, na, akkor jöhet a pont. Kérem szépen. Király. Most már van 13 pontod, jó? Na, ez tök jó. Nagyon le vagyok maradva. Hú, baszki. Most te jössz. Nem, te jössz, te kérdezel. Jaj, én kérdezek, jó. Melyik a kedvenc szóló dalom tőled? Annyira rég vártán. Baszd meg, ez csak úgy a... Ez most így... Neki nem tetszik, hogy pontokat szerzek, lábbad? Mit hívő legyek, Istenem? Erősebbeket kellett volna kérdezni. Milyen gyógyszert szedek az ekcémámra? Na? Lendin? Ember! Nem, ez nem pont, ez nem plusz pont, ez csak egy hülyeség volt. De akkor is így van. Na és a másik az melyik? Szuka, blegy. és urást kezd a bőrödre. Ja. De most már van egy új fajta. Látjátok amúgy? Azért ne haragudjatok. Basz meg. Ugye, hogy csöcs vagyok? Fanny, hozol nekem egy landing. Szeretnék kicsit. Na. Ja, mert le fog esni. Jó. A szünetben egyébként felhívott engem Sophie-nak az anyukája, hogy közölje velem, hogy én nem hiszem el, hogy a Sophie nem tudta, hogy neked Justin Bieber a kedvenced. Ezt mondtam. Anyu, szerintem te is lépj ki a vonalból. Hát, na, csodás. Következő kérdés? Mehet. Hát, iskolába jártam összesen. Hát ember, legalább évente. Kezdjük a nyolcadiktól. Nyolcadiktól? Na, szóval, az már tuti egy. Nyolcadik. Általános. Általános. Voltál te ott kint valahol még? A katonai suli? Voltál magán? Vagy az nem, az nem, iskola. Az. Aztán voltál még valahol? Jó. Mondjuk az legyen a Kossuth, nem? Oké. Mi a tipped? Hány számot tippelsz? Hány iskolába jártam? 4. 5. 5.
Igen. Jó, három tippem megvolt, ez tökéletes. Hülye vagy? Az első volt ugye az általános. Na. A második volt a bocskai, az szerencsen. Aztán jártam Miskolcra a Kossuth evangélikusba ugyanúgy. Aztán jártam a Kossuthba, meg még egyszer visszamentem egyébként a bocskaiba, de nem is ez a lényeg, hanem a... én rossz a szemben. Általános, bocskai, Miskolc, Nyíregyháza, de nem, baszki tényleg. Négyet? Hát mert most ezt nem... Amúgy öt helyre jártam, úgyhogy visszamentem az egyikből a másikra, szóval úgy amúgy öt. Jó, amúgy én meg tudod mennyi? Meg az öt is. Én meg tudod mennyi? Na. Az ukrajnai, a csapi első, hát igazából kettő suli van csapon, az elsőbe jártam Ungváron egybe, utána visszamentem a csapiba, utána jártam én is a Kossuthba, Kossuthból átmentem a Waldorfba, és végül a Sipkaiba fejeztem be. Akkor ez mennyi? Az érettségit meg a Ukrajnába visszamentem letenni. Az osztálytársaimban megláttak engem, így beültem. Mit mondom? Elmondott, hello. Vándor cigány volt, tehát ja, amúgy, akkor én is öt. De te négy. Hát, ja. Ja, de én azért, mert én is sokat utaztam, sokat költöztem anyáikkal. Na mindegy, ezt megfejtettük, legalább ezt is tudjuk. Úgyhogy jöhet a következő kérdés, amit te fogsz nekem feltenni. Gyerünk! Gyerünk, Szofi! Ha választhatnék egy előadót, kivel csinálhatnék zenét? Kivel csinálnék? Magyar? Nem. Ó, most izé, külföld is. Na jó, legyen akkor magyar. Ha választhatnál Magyarországra, kivel csinálnék? Echo-val. Mondjuk, ja. Vagy van ez a poén, ami megy TikTokon? Mi? Tesó, Echo vágod? Ez olyan, mint a Rákos... Rákos oló vagy hogy? Igen. Na, de akkor jött el pont. Írja csak fel, nyugodtam. Hú, a fizikát kéne megcsinálni amúgy. Fizikából. Bódigusztival. Azt írta Takács Patricia, kedves barátunk, hogy Bódigusztival. Várodi Roma kaféval, hülye vagy? Amúgy az mekkora lenne. Ja. Jó, oké. Ennyi. Ennyi? Van még kérdés? Van. De várjál, most én te fel. Felmegyek én is ki. Fel se hívtalak, mondd miért így, hogyha azt mondtad, hogy ne hívjanak. Stop, peace. Na. Ha megismerek egy embert, akkor mi az első kérdésem hozzá? Mi a horoszkópod? Igen, úgyhogy ezért jár a pont. Ügyes vagy, Szofi! De is szerintem legyen az utolsó kérdés, azt tett fel, és akkor végezzünk a kérdésekkel, és aztán kérdezzetek tőlünk, ti? Amúgy még vannak jó kérdéseim. Na, hát tett fel neked. Ha fiam lenne, hogy nevezném el? Kilian. Bazd meg! Jó, lesz gyermekem, fiú gyermekem, Kiliannek fogom elnevezni, igen. Látjátok? Ész, valami ész. Kilian Murphy. Szóval gyerekek, készen vagyunk a kérdésekkel. Egyébként több mint egy óra... Még egyre, hadd válaszolj, kérlek. De ez már pont nélkül. Jó. Ja, de várjál, először legyen egy hirdetés. Ki nyert? Hát bazd meg, ki nyert? Ki nyert? Normális vagy. Csak hallani akarom a nevet. Mondd ki, légy szíves. Igen, abszolút nem tudok veszíteni, nem. Egyszerűen valamiért ez nem kódolta belém a Isten. Amikor azt posztogatták, hogy türelem, akkor én nem álltam sorba egyszer sem. Ezt nem hiszem el. Na hát. Na mi van, nem mondod ki a nem? Ja, Fanni. Tapsod, nem kapod? De megkaptál. Na mindegy, Fanni nyert. Köszönjük szépen a játékot, Fanni. Továbbra is te maradsz a műsor vezető. Szia! Köszönöm szépen a figyelmet. Következő téma. Hány lába van? Egy van gyere. Nem hiszitek el? De elmondom nektek őszintén, hogy akárhány embernek tettem fel ezt a kérdést. Körülbelül a 85%-a nem tudta, hogy hány lába van egy hangyára. Hát 6, nem? Hát igen, de nem, egyszerűen nem. Azt mondja valaki 4, valaki 8. Minek?
Hát nyilvánvaló, hogy... És most röhögszott hátul, és komolyan mondom neked, hogy azt hiszik viccből kérdezem meg, hogy hány lába van egy hangyának, és nem tudják a választ. Tudsz nekem válaszolni egy kérdésre? Hogyne, na igen. Milyen piákat szoktam inni egy bulizás közben, sorban? Hát mostanában Pornstar Martinit. Igen, imádom. De egyébként amiket még úgy megiszol... Most már nem bírok sattozni, vágod? De amúgy megiszod a jéget, meg a vodkát. Pont. De a vodkát mondtad? Nem hát, szeretem a vodkát. Tudom, de azt így még megiszod. Én a tequila girl vagyok. Hát, már azt rég ittál tequila. Ja, amúgy. Na mindegy, szóval mostanában a Sofinál a Pornstar Martini a nyerő. Ne ígyatok alkoholt. Ne ígyatok alkoholt. Csak hogy elmondatok 18 évesek. És ez nem tényközlés volt, hogy csak akkor lehet, hanem ez ilyen felkiáltójeles felszólítás, kérés is kérem. Na jó van, szóval az van most, hogy kérdezhettek nyugodtan, figyeljük a kommentbe, az meg a chatet. Mik vagyon a rap albumot, Fanni? Hát, hogyha így haladunk soha. Szerintem tök jól haladunk. Én elmondom nektek őszintén, hogy addig nem fejezem be a zenei karrierem, amíg nem lesz egy rap albumom, ezt megígérhetem, de már nem igazán tudok nektek dátumot mondani, mert nem szeretnék hülyeségeket beszélni. Mennyire vagytok jó barátok? Vikike 777 kérdezte. Hát igazából azért csináltunk egy ilyen barátságquiz, mert elvileg barátok vagyunk. Gyakorlatilag most kiderült, hogy amúgy tényleg. Valóban. Nagyon jó. Mikor lesz Szlovákiában koncert? Na figyeljetek, nagyon sokan kérdezték, hogy mikor és hol lesz fellépésünk. Most megnyitom a micsodát, a táblázatot, és párat felsorolok nektek, szóval most figyelj! Nem az alányik Szofi naptár. Kezdjük itt? Milyen van most március? Kezd el májustól. Jó, figyelj! Engedd el. Kuki. Na figyelj! A mérvadókra beszélünk, Misi, a mérvadó dolgokra. Itt hátul nem kell altogatósba átmenni. Te léci... Te már... Ez hülye van meg. Na jól van. Május 18-a szombat. 9, nem úr, nem de 9 ne óra. De ne így mondjad már, csak így a városokat mondta, hogy hát ha valaki magára is. Na jól van. És dátum meg... Táborfalva. Falunap. De azokat nem kell mondani. 7 óra, este 7 óra. Május 18. De nem kell ezt úgy mondjad végig, hogy csak azokat... Jól van, Nyíregyházán is fel fogunk lépni a Főhe Fesztiválon. Május 23-án, 00:30. De így nem kell, csak a városnak. De miért? És hogyha valaki az időt is tudni akkor akarja? Akkor megkérdez. Jó, akkor ne tudjátok az időt, jó? Na. Kabán fel fogunk lépni. Május 24-én. Május 26-án. Hajdudorog. Jó, igen. Kecskeméten. Június 1-én. Az tök jó. Hát ez így nagyon sokáig fog szólni. Na mindegy. Ja, élőzenekaros fellépésünk lesz Orosházán. Június 28-án, hogyha valakit érdekel, mert az, arra szerintem nagyon fogunk készülni. De egyébként... Igen. Öttevény, Balatonkaratja, Nagykőrös, Mezőfalva, Kócs, Áporka, Velence, Vajas, Árvár, Miske, Érsekvadkert, Románia, Tápióság... Most kérdezték Romániába, mikor lépünk fel. Na, akkor augusztus 11-én a SZIK Fesztiválon találkozunk Romániába. Ja. Egyébként nagyon sok helyen, de mindent ki fogunk írni, amikor már aktuális lesz. És fogjátok látni, mert most így rím közben végig sorolni azt, hogy hol megyünk nyáron, az lehet kicsit erős lenne, de időben ki fogjuk írni nektek. Szóval, jöhetnek még a kérdések. Igen, kirakjuk majd Insta sztoriba. Szerintem amúgy Bajára is megyünk, mert ezt látom már többször.
Egyszer felvettél, vagy feltettél azt a kérdést. Egy nehéz kérdés. És az első, aki leírja csetlen, szakma egy bibliát. Igen? Na gyerekek! Gondolod ez? Hogy ezt kell lehetnod? Szóval, itt a kedves producer úr azt mondja, hogy tegyünk fel nektek egy nagyon nehéz kérdést, mire válaszolnatok kell a cseten belül, és aki először kitalálja a helyes megfejtést, az kap egy vitasságot a csatornánkon. Benne vagytok? Benne vagytok a buliba! Patricia beírja, könnyű lesz. Te nem játszhatsz! Te nem játszhatsz, te nem vagy ember. Te nem azért nem játszhatsz, te azért nem játszhatsz, mert te is tudsz mindent rólunk. Ne csaljál már. De mondjuk lehet, hogy ő se fogja. Egy olyan kérdés kell, ami nagyon erős, ami nagyon... Persze kell dugni a fejre. Te tudod mit? Te írjál, meg én is írok, és akkor ezt szeretnék. Oh. Istenem, mire gondolhat a költő? Na? Nem. Na szóval. Most az van. Ilyenkor szerintem nem ezen a világon érti magát. Tudom, mire gondol a költő. De nem lehet ilyesmit csinálni, tudod. Ehhez még nem vagyunk olyan nagyok. Na! Jó, most találjunk egy olyan erős kérdést, egy olyan kérdést, amire nem feltétlenül tudhatják a többiek a választ. Kecskemét. Na. Írjunk így magunknak, és akkor megállni. Hallod? Nehéz kérdés. Az a baj. Aha, én tudok egyet amúgy szerintem. Csak rá kell keresnem egyet, hogy én... De tudom, de hogy biztos legyek benne. Ó, úristen. Rólad kéne egyet, én tudom. Már is, rajta vagyok az ügyön, rajta vagyok. Hány kila vagyok? Pillanat, türelem, rózsát terem. Rózsát? Illatos. Na! Keresem, kutatom. Meghallgatnám ilyenkor magam, hogy milyen. Csináljunk zenét. Ha! Ezt olyan is, amikor zenét fogok csinálni. Nagyon érdekel, mire keresel most? Várjál. Ez egy nagyon jó lesz, amit én most kigondoltam. Csak nem, nincs itt olyan, hogy galéria. Egyébként elkezdtünk ma egy új zenét támotokra. Kicsit másabb stílus lesz, mint amit eddig képviseltünk. Reméljük tetszeni fog nektek. Igazából, nem tudom, nagyon cookingoltunk ma rajta. Cookingoltunk? Cookingoltunk, főztünk, tudod. Na! Szerintem kérdezzük meg. Mindjárt. De én nem tudom, leírom. Igen. Na, ez a kérdés olyan, ami utána, jó, ezt én utána is tud járni bárki egyébként, hogyha szeretne, de nekünk az a fontos nyilván, hogy ki lett az első ember, aki kitalálja ezt a kérdést. Én azért néztem utána, mert szerettem volna biztos lenni a dolgomban, és nem akartam, hogy hülyeséget kérdezzek, illetve kérdezzünk. Szóval az a kérdés, hogy dátum szerint
Mikor érte el az 5 milliót az Üres Szívek című dalunk? Megtekintés YouTube-on. Ez a kérdés. Hogy dátum szerint mikor érte el az 5 milliós megtekintést YouTube-on az Üres Szívek című dalunk? Egy ilyen pontos dátumot kell, hogy 2023. Így van, így van, így van. Egy pontos dátumot. Mikor volt ez? Nem. Nem február 12. Meg szeretnénk hozzá évet is, hogy mikor. Amúgy szerintem ez egy jó kérdés. De várj, mikor jött ki a dal? De jó, hogy Topi még azt se tudja, mikor jött ki a dal. Az egy téli időszak volt? Vagy nem februárban. De most nem mondjuk már meg, hogy mi van. Hát most a kérdés az, hogy mikor érte el az 5 milliós nézettséget a YouTube-on az Üres Szívek című dalunk. Nekem megvan nagyon a dátum. Nagyon nem 2019, gyerekek. Nekem megvan a dátum, úgyhogy az első, aki beírja a chatbe, akkor az nyert. Ez durva amúgy. Nem. Azért irogatják. Még sajnos nincs megfejtés, de jó lehet, tippelgessetek, mert az első, aki kitalálja, kap egy VIP-tagság itt a csatornán, ami tök jó. Majdnem, úristen, közel jártatok. És... De bazd meg, de nem nyert! De miért csináld ezt az emberre? Ez ki ez a Patricia? Persze! Hallod? Te amúgy lép már ki tényleg most már a vonalból. Sajnos meg kell adjuk neki. Ezt onnan tudta volna, érted? Hát... Pati! Sajnos, vagy nem, de megnyerte Patricia, Takács Patricia kapja neki a VIP-tagságit, mert akár jó, vagy akár tetszik nekünk, akár nem. Ez nem egy olyan kérdés volt, amit tudhattál volna, hiszen még Sophie se tudta, szóval... Kérdezzetek egy könnyebbet. Szóval kérdezünk egy könnyebbet, mert ezt vitted. Úgyhogy kérdezzünk egy másikat. Vagy kicsit előnyt adjunk nektek. Gyorsasági? Akkor legyen gyorsaság. Jó, akkor gyorsaságra. Na, most te add a kérdést. Az előbb én kérdeztem, most ez. Mikor jelent meg a Soha Viszlát című albumunk? Ene, kezdődik. Aha. Figyelj, Pontos dátumot kérünk szépen, és akkor let's go, cooking. Kíváncsi vagyok egyébként. Várja, ott. Igen! Laura? Nem, várja, nem jó, de jó. Laura! De jó. Laura! 12, 34, 56 és 7 alsó kötőjel. Ezt most te vitted a gyorsaságiban, szóval megkapod a VIP-tagságét. 2022. december 12-én jelent meg a Soha Nem, Soha Viszlát című albumunk, kislemezünk, úgyhogy jár neked a VIP. Király vagy! Király mód. Basta. Zseniális. Na, ez egy jó játék. Én ezt adom. Így van. Nagyon szívesen. Szeretnétek még egyet? Nem. De egyébként lesznek ilyen játékok, hogyha szeretnétek vittasságot, akkor lesznek még ilyen fajta játékok, meg ilyenek. Vincent van Goghnak a Csillagos Ég a című festménye. Azt írták, hogy jó a tokon, bocsánat, ezt most menőznöm kellett most így. Olvastam. Nagyon szép, szeretem. Ne javassátok! Igazából szerintem megcsináltunk és játszottunk egy jót, mindent megcsináltunk, amit akartunk. Szóval most kilépünk a vonalból. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, köszönjük a követéseket, és megpróbálunk egyre többet majd streamálni nektek. Rózsa illatos. Ne! Legközelebb egyébként nem tudom, hogy milyen témával fogunk nektek érkezni, viszont kiírjuk általában Instára, és megkérdezünk titeket.
Megpróbálunk majd valami játékossal jönni, de az még legyen meglepetés, mert még mi se tudjuk, hogy mivel. De mindenről értesülni fogtok a social platformokon, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen, további szép estét szép mindenkinek, estét szép álmokat velem. Puszítjuk. Hello. Ali. Thank you.